Most pedig tartsanak velünk arra a sajtóeseményre, amelyre Karamell hívta össze a barátait, hogy együtt jelentsék be, egy szimfonikus nagykoncerttel ünneplik meg az énekes pályafutásának 15. évfordulóját. A nagyívű eseményen Karamell 10 legnépszerűbb dalát adja elő egy 50 fős nagy zenekar kíséretével. A részletekről és a sztárvendégek kilétéről most fellebbentjük a fátylat. A következő percek főszereplője tehát Karamell és a szimfonikus jubileumi nagykoncert. Holnap már későn, ezt tudom, holnap már józan lesz a szív. Az igazság mindig alternatív. Amikor az ember elhiszi azt, hogy már nincs hova tovább, vagy nincs hova fejlődni, akkor ott valami súlyos probléma van. Nekem az első és legfontosabb célom az, hogy hova tovább, az, hogy szeretnék fejlődni, és szeretnék tanulni. Például ezekkel az emberektől, akikkel van lehetőségem együtt dolgozni. Én azt gondolom, mindenkitől tanulhatunk, főleg ilyen művészektől. Nekem mindig ez volt a vágyam, hogy tudjam magamat képezni, és fejleszteni, és fejlődni emberileg is, meg szakmailag is. Én erről álmodozom mindig, hogy tapasztaljak, és ezt a tapasztalást meg is tudjam élni, és mondjuk ki is tudjam magamból írni, oda tudjam adni a közönségnek, ezért csinálom. Mindig azt reméltem, hogy ez nekem is, neked is jó. Talán túl sokat reméltem, én is lehetek ide való. Talán lehetek ide való. Én is lehetek ide való. Zenélés mellett, éneklés mellett grafikusként is szoktam felkéréseket teljesíteni, illetve szoktam festeni is. Az első végzettségem egy alkalmazott grafikus, és utána jött, illetve közben jött a zenekarosdi, és utána határoztam el, hogy egy zeneiskolába elmegyek, a Kőbányai Zenei Stúdióba mentem el egyébként, és elvégeztem, az is egy 4 éves suli volt, és ott ismerkedtem meg a Honey Bees billentyűsével, Kővágó Zsoltát, tehát így jött a Honey Bees az iskolán keresztül, de a festést és a grafikai munkákat folyamatosan csináltam mellette, ahogy jöttek felkérések, illetve hobbiból is. Én nagyon szeretek festeni, rajzolni, sőt az első nyári turnét 2014-ben úgy bonyolítottam le, hogy volt nálam egy vázlatfüzet is, amiben rajzoltam. Tehát konkrétan mentünk a Göröngyös úton, olykor-olykor, és a vázlatfüzetemben rajzoltam, és hát gyakorlatilag az olyan volt nekem, mint hogyha egy picit velem menekültem a rajzolásba, tehát feltöltött, és kaptam belőle kellő energiát, hogy végig tudjam csinálni a turnét, és most is az van, hogyha kell egy kis plusz energia valahonnan, akkor csak leülök a festővászon elé, vagy a vázlatfüzet elé, vagy akvarellpapír elé rajzolok, és akkor abból jön valami olyan dolog, amiből tudok töltekezni, és ezáltal még több energiát tudok belerakni a zenélésbe. Minden évben tudtunk fejlődést csinálni, és azt hiszem ez a lényeg, és nem is az, hogy hol tartunk igazából, mert számomra az, hogy hasonlítgassuk magunkat esetleg másokhoz, vagy nem tudom, bármihez, az nem jó, tehát mindig a saját teljesítményünkhoz kell mérni, az a biztos, és azt mondhatom, hogy minden évben elég tetemes fejlődést tudtunk generálni, úgyhogy elég pozitívan festeni az a grafikon, hogy most éppen hol tartunk, azt nem tudom, hogy hol a vége, nagyon remélem, hogy még nagyon sokat fog tudni fejlődni, úgyhogy az, hogy hol tartunk, arra nem tudom a választ, de az biztos, hogy növekedő a tendencia, és azért nagyon hálásak vagyunk. Durva az egy, dobban a szív, a fenti világ magába hív, mozdul a test, lendül a kéz, talán madár szárnyat idéz, nyílik a kar, szállni akar, nyílik a szem, látni akar, nyílik a száj, szólni akar,
valaki legutóbb a koncertemben azt mondta, hogy Jim Morrison elment a francba mellettem. Én szerintem ezt a vadultságomat nem hogy titkolom, megtakargatom, hanem őrzöm és nevelgetem és szabadjára engedem. Persze megvannak a maga keretei, hogy hol igen és hol meg egy picit szabályozom. Ez egy nagyon ilyen, olyan, mint egy ilyen életforrás. Tehát, hogy így rákötöm magam a töltőre, mondjuk elmegyek futni, vagy mostanában kísérletezem hideg zuhannyal, meg ilyen légzőtechnikákkal, tehát, hogy ezt a fajta vadságot, meg életelteliséget megőrizzem. És aztán persze van a szexualitás is, amiről meg egyre többet beszélek, és szépen, és melegséggel, és emberi módon, és normálisan, mert szerintem ez nagyon-nagyon hiányzik. Ugye anyuka is vagyok, és nagyon fontos, hogy mit adok át ezzel kapcsolatban a kislányaimnak, és én szeretném, hogyha kiteljesedett, egészséges, gyönyörű nők lennének, akiket szeretnek, és akik tudják, hogy hogy kell szeretni. Mondd meg nekem, hogy mire vagy a legbüszkébb az életedben? Hát a két kislányomra, tehát ugye az első válasz az pont ők, mert így itt vannak bennem, és minden reggel velük indul, és az este velük záródik, tehát így ők az én legnagyobb, hát az nyilván teremtéseim, de aztán ők ugye önállók, tehát nem az enyémek, hanem ők mennek a maguk útján. Ez egy csodálatos viszony, anyának lenni nagyon tápláló és nagyon inspiráló dolog, nagyon kreatív dolog. Aztán mire vagyok még büszke? Arra is, amit csinálok, az, hogy én ilyen dolgokat tudok írni, ilyen dolgokat merek írni, és hogy egybe énekeltem egy törzset, mert mindaz a visszajelzés, ami a közönségemtől érkezik, a szívet melengető és felemelő, és csak arra inspirál, hogy csináljam azt tovább, amit elkezdtem, ezt a fajta őszinte emberi melegséggel és bátorsággal megírt dalokat én írjam tovább. Ugyanolyan fontos, hogy a gyereket büszke legyen rád, vagy a gyerekeid, mint hogy a közönség szeressen? Persze, hát szeretnék olyat, hát sőt, szeretnék olyat adni nekik, ami valami egy kép, hogy így hátulról így ott vagyok, és bármikor hozzám bújhatnak, meg ha félnek, akkor jöhetnek töltőre, de egyébként ők így legyenek szabadok, és menjenek. És hogy ez a fajta, hát nem tudom, nem biztos, hogy a büszkeség szó jutott eszembe, de ez a fajta közelség, meg kapcsolódás, ez biztos, hogy a legfontosabb az életemben, hogy igen, tudjanak egy ilyen jó csomaggal elindulni tőlem, egy ilyen egészséges, szabad és őszinte dologgal, amit anya jelent számukra. Veled egy élet kevés, csupa fény, ölelés, mindig új vagy, mindig más, külső szív, toborás. Amikor megöleltelek, arra azt mondtad, hogy most már nyugodtan hívhatsz. Egy mondatban ezt elmondanád? Nyilván mindenki tudja, most Sophie-ról van szó, meg az ő betegségéről. Nehezen beszélek erről. Nem is tudom, hogy mikor fogok tudni egyébként egyáltalán erről beszélni. Ez talán egy kicsit úgymond szégyellem is, mert ez egy igazi történet. Elmesélném a közönségnek dalokban is, mert tényleg valódi és inspiráló lehet olyanoknak, akik pont ebben a helyzetben vannak, vagy bármilyen betegséggel küzdenek, vagy a gyermekük betegséggel küzd, csak képtelen vagyok még rá. Lezárult ebben egy olyan korszak, hogy hát például most már nem kell minden nap a kórházban lennünk a kezeléseken. Nyilván azért is van ez a koncert, meg azért fogok készíteni most új lemezt, mert ez az életem, szóval most már van, az élet megengedi azt, hogy most már így aktívabb legyek. Szóval nagyjából ez a helyzet, és nekem azért ez a családom is a legnagyobb szerelmem, meg a munkám is a legnagyobb szerelmem, úgyhogy nagyon várom, hogy végre új dalokat tudjak írni, nagy koncertet tudjak tartani, mert azért hiányzott ebben az elmúlt másfél évben ez nekem nagyon.
Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!